Sokszínű munkásságával egyértelműen beírta nevét az Országos Neveléstudomány nagykönyvébe. Így fogalmazott megemlékezésében dr. Kelemen Judit, a Magyar Comenius Társaság alelnöke akkor, amikor azt a munkásságot, pályafutást és életművet vette számba, amelyet dr. Földi Ferenc, a társaság alapítója, elnöke hagyott az utókorra, és amellyel gazdagította ezt a szakterületet. Elsősorban ráemlékeztek a 33. alkalommal megrendezett felolvasó ülés keretében. Az ő szellemi öröksége az ő pedagógiai, pszichológiai tanulmányaitól számítható, hiszen főiskolai oktatóként a mindennapos tanítás mellett kötelessége is volt, hogy a tudományos életnek aktív résztvevője legyen. Ő egy nagyon tartalmas életművet hagyott maga után, rengeteg tanulmánya jelent meg, minden olyan vonatkozását ismerte a pataki képzőnek, amely az ő időszakához köthető volt. A Magyar Comenius Társaság elnökeként is folytatta ezt a munkát. A felolvasó ülésen ezt követően számos előadás keretében Comenius és a tudás mint központi témát járták körbe az idei előadók. Ez alkalommal is az volt a legfontosabb cél, hogy a cseh pedagógust, írót, a nemzet tanítóját és annak munkásságát eddig kevésbé ismert és kutatott oldaláról is megismerhessék az érdeklődők. Az előző években Comenius és a reformáció, Comenius és a tehetség, idén Comenius és a tudás kerül központba. Valóban az előadások nagy többsége mindig a kijelölt témaköré csoportosul, azt járja körül, különböző szempontok alapján megközelítve, de jellemző az is, hogy az előadók sorában és az előadások sorában egy távolabbról kötődő, egy-egy távolabbról kötődő téma is megjelenik. A felolvasó ülés keretében bemutatták a Biblioteca Comeniana 21. kötetét is, ami a tavalyi ülés előadásainak anyagait foglalja magába, akkor Comenius és a tehetségmentés volt a központi téma.